Mintegy 150 világversenyt rendeztek volna Magyarországon az idei esztendőben, kétharmaduk azonban elmaradt, vagy későbbi időpontra került. A Rally Hungary-t azonban a tavalyi év után ismét megrendezik, november 6-a és 8-a között az Európa-bajnokság harmadik futamának, valamint felnőtt és junior magyar bajnoki futamnak ad otthon Nyíregyháza és a Zempléni hegység. Be kell bizonyítani azt, hogy igen, tudunk úgy rendezni, hogy mindenki egészsége, védelme és annak megőrzése biztosítva legyen, hiszen ez a legfontosabb, akár a sportolókat, akár a környezetüket, illetve a nézőket nézzük. Úgyhogy egy fantasztikus esemény a Rally Európa Bajnokság, az egész világon az egyik legnézettebb automotorsport közüli szakág, amely tényleg azt erősíti, hogy a gazdaság élénkítését vissza tudjuk hozni akár Nyíregyházára is, de ezzel egész Magyarországot tudjuk segíteni. Az Európa-bajnokságra több mint 30 országból érkeznek versenyzők. A király kategóriában a tavalyi 37 párossal szemben ezúttal 56-an neveztek. Tavaly is nagyon jó mezőnyünk volt, de idén úgy érzem, hogy szintet léptünk. Tavaly 37 induló volt az ERC mezőnyben, most 56, de nem csak a számosság, hanem a minőség. Tele vagyunk világbajnoki pilótákkal, korábbi Európa bajnokokkal, junior világbajnokokkal, mindenféle nemzet adja ezeket a versenyzőket. Andreas Mikkelsen, Oliver Solberg, Osberg, nagyon nagy nevek a két orosz, Griezin és Lukjanuk. Én úgy gondolom, hogy ilyen erősségű mezőny nem volt még Magyarországon, és a magyar pilótáknak elképesztően nehéz dolguk lesz, hogy megismételjék a tavalyi futamgyőzelmet. A négyszeres abszolút magyar bajnok Herczig Norbert konkrét helyezésben nem gondolkodik, de a tavalyi tapasztalatok birtokában bízik a jó szereplésben. Sokkal nyugodtabb a felkészülésünk a tavalyi évhez képest. Van már egy rutinunk, van már egy belső kamerás felvételünk az összes szakaszról, van egy kész itinerünk, amiben majd csak bele kell javítani, módosítani kell piciket a pályabejárás során. Így azért sokkal nyugodtabb a felkészülés, ez látszik is egyébként rajtunk, mind Ramónon, mind rajtam. Úgyhogy így egy picit, ahogy mondtam az elején, még jobban felfokozottabban várjuk a versenyt. A verseny pénteken a Mária Pucsi Rabucsi ringen az éjszakai futammal rajtol. Szombaton és vasárnap a zempléni gyorsasági szakaszokat teljesítik a versenyzők, közben vasárnap délelőtt Nyíregyháza belvárosában is rendeznek egy időfutamot.